Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, akik most szilárdra számítottak, hogy ő fog igével szolgálni, és csalódottak, hát azoktól elnézést kérek. De mivel felkérést kaptam, hogy ma szóljak hozzátok, ezért élek az alkalommal. És akik most arra várnak, hogy valami fajta igefejtegetés legyen, azoknak lehet, hogy csalódást okozok. De valahogy az Úr a szívemre helyezte azt a témát, hogy legyünk tisztába az identitásunkkal, hogy kik vagyunk tulajdonképpen. Hogy ki van írva, hogy pünkösdi gyülekezet, de vajon hányan tudjuk ezt, hogy mit jelent pünkösdinek lenni? Ki van eh, írva, hogy ez egy nagy egy, egy egyházhoz tartozik, de vajon hányan tudjuk, hogy mit jelent ehhez az egyházhoz tartozni, vagy még inkább hányan tudjuk, hogy ahhoz a nagy családhoz tartozni, a pünkösdiek karizmatikusok nagy családjához tartozni, mit jelent. 58 évvel ezelőtt, amikor bemerítkeztem, én ezt nem tudtam. Mert képzétek, megtudták persze az osztálytársaim, hogy, hogy hívő lettem, döntöttem Jézus mellett, és kérdezték, Hát akkor te most milyen vallású vagy? Hát mondtam, Pünkösdi. Az meg mi. És akkor ez volt a válaszom, hogy az olyan, mint a Baptista. Na most. Akkor ezt is kellett magyarázni, hogy az meg milyen. Ma már tudom, hogy Pünkösdiből is van ezerféle, Baptistából is legalább annyi. Tehát nem olyan egyszerű meghatározni ezt a dolgot. Ezért, ha megengeditek, egy madártávlati képet szeretnék adni a pünkösdi mozgalomról, hogy kik a pünkösdiek, hol állunk mi ezen a skálán, mennyire vagyunk mi azok, és aztán utána várom majd a kérdéseiteket, mert viszonylag rövidre szabtam a mondani valómat, hogy aki kérdezni akar, az tudjon. De még mielőtt ezt tenném, akik esetleg észrevették, hogy amikor ima kérés volt, én nem emeltem fel a kezemet, hogy imát kérek, ugyanis azóta definíciója, hogy akik betegek. Na most nekem papíron van arról, hogy halálos beteg vagyok, tehát az orvosok egyszer adták ezt, de hetek óta tünetmentes vagyok. Közben imádkoztak értem, imádkoztak értem, tudok aludni, nincsenek fájdalmaim, és várom a következő vizsgálatot, amikor majd az orvos tudomány, orvosi tudomány is bizonyítani fogja, hogy Isten itt közben avatkozott. Mert ez a változás akkor jött, amielőtt még gyógyszert adtak volna nekem. Tehát akkor eh, Amerikából is, itt is, Szilárd is, barátai is eljöttek, imádkoztak értem, és nagyon sokan mások is. Sőt, meg ilyet is mondott az egyik barátom egy gyülekezetbe, azt mondja, Lajos, te amíg Isten neked feladatot akar adni, addig te halhatatlan vagy. Hát én ezt így is gondolom, Isten kezébe van az életünk kezdete, és a vége is, és a tartalmat az tőlünk várjál. hogy úgy töltsük meg, hogy az ő dicsőségére legyen. Tehát nagyon köszönöm az gyülekezet imáját, különösen van valaki, aki nagyon sokat tett ezért a dologért, hogy kellő táplálékot ülsök, nem mondom a nevét, mert szerencséből nem szeretné, hogy megemlítsem, nagyon hálás vagyok ezért, de azt tudom, hogy ezek segítenek, hogy egészségesek legyünk, erősek legyünk, de Isten az, aki gyógyít. És őtől várom én is a gyógyulást. Hát ilyen előre bocsátás után feltenném a kérdést. Az első nagy kérdésem ez, hogy mi lesz veled pünkösdi mozgalom? Mi a helyzet? Jó is, rossz híreket is hallunk a világ minden részén. Mi lesz veled? De mielőtt ezt elkezdenénk, a kérdésem ez, hogy kik a pünkösdiek? Annyi féle definíció van erre vonatkozóan, én ebben nem mennék bele részleteibe, de egy-két szempontot előhozunk. A történeti részen nagyon vázatosan akarok kitekinteni, hiszen hála Istennek nemrég megjelent egy könyv, Cecil M. Robeck jó barátomnak a könyve, magyar nyelven az Azúza utcai ébredési, mozgalomról több száz oldalban tárgyalja ezt, így erről én nem nagyon akarok beszélni, de hát tegyük továbbra is fel a kérdést, kik ezek? A pünkösdiek a nagyon sok ébredési mozgalom közül, hiszen az egész egyháztörténelem során, amikor az a gyülekezetek hűtlenné váltak, hitetlenné váltak, nem álltak nyitottan a Szentélek munkája előtt, akkor Isten mindig küldött egy megújulási mozgalmat. És ez, mint aranyfonál vagy vörösfonál, végig megy az egész egyház történeten. Ezeket persze eretnek mozgalmaknak nevezte az akkori hatalmon levő egyház, mert veszélyeztette az ő pozícióját, de ma már tudjuk nagyon jól, és nagyon érdekes, hogy épp a katolikus egyház részéről Tudós emberek feltárták azt, hogy ezek bizony szentlelkes mozgalmak voltak, ezek bizony nagyon hasonlítottak az első gyülekezet életéhez. Tehát ez nem az egyetlen megújulási mozgalom, de mondjuk a jó eli proféciát nézve, meg más proféciákat nézve, úgy kell látnunk, hogy ha volt egy korai eső, ahol nagyon nagy mértékben kiáradt a Szentlélek, és a gyülekezetek hosszú időn keresztül nem beszéltek erről, hogy karizmatikus, mert ez volt a természetes. Az, hogy a, a csodákban hittek, az, hogy rajtuk keresztül különféle ajándékok megnyilvánultak, ez volt a természetes. Ezért nem kellett ezt hangsúlyozni. Ha gyülekezeti csak az volt, aki szentélekkel teljes volt, ez volt a természetes. Később pedig már ritkaság ment, később már kiszorultak ezek az emberek, illegalitásba kényszerültek, mert nem tudták tolerálni azok, akik nem élték át mindezeket. Tehát ez egy megújulási mozgalom a 20. század elején indult el, a Szentlélek volt a fő szereplő, nem emberek, nincs emberi alapítója. Tudunk neveket, akik ebben játszottak bizonyos szerepet, de valahogy, ha kémiából vennék egy hasonlatot, ezek nem ők idézték elő a folyamatot, katalizátorok voltak, ők részt vettek benne, de Isten volt, aki működtette ez, ezeket a folyamatokat. Mi, mire volt ez válasz? Hiszen a 20. század elején ö, egyrészt Megjelent ilyen, hogy humanista kiáltvány, aztán megjelent a kommunista kiáltvány, egyéb más ilyen, előző század, 19. század közepén jelentek ezek meg. A racionalista gondolkodás, ahol az ész uralkodott minden felett, kizártak érzelmeket, kizártak minden más dimenziót, ahol az anyagvilág volt a lényeges, azon kívül nem létezett semmi, erre egy válasz volt a pünkösdi mozgalom mert az egész létezése azt mutatta, hogy Isten igenis aktívan jelen van ebben a világban, csodákat tesz, embereket felhasznál, olyan embereket, akikre senki nem bízott volna semmit, és Isten használta ezeket az embereket. Ugyanakkor a liberalizmus is nagyon erősen terjedt. Ez gyakorlatilag egy, egy mondatban így fogalmazható, minden szabad nékem. Nem újdonság, a korintosziak is idézték Pálnak ezt, Pál kétszer is fölveti ezt, és mindig helyre rakja őket. Igen, minden szabad, persze, de nem minden használ neked. Tehát ne, te, ne tegyél olyat, ami neked nem használ. Minden szabad, persze, hogy minden szabad, de nem minden építi a közösséget. Ne tegyél olyat, ami árt a gyülekezetnek, a családodnak, az embertársadnak, a környezetednek, a városodnak, a népenek, ne tegyél olyat. Tehát a liberalizmus is nagyon-nagyon öntörvényként megjelent és az egyházakon belül az elvilágiasodás. Amikor gyakorlatilag már nem volt különbség keresztény és nem keresztény között. Éles stílusban, értékrendben, felfogásban, lassan már a filozófiában sem. És gyakorlatilag ez nem azt jelentette, hogy a keresztényekben vannak a világban, és ott sóként, világosságként tevékenykednek, hanem a világ volt benne a gyülekezetekben. És ez ez tragédia. Mert az a gyülekezet, ahol ez megtörténik, ott Isten nem tud munkálkodni, és azokat nem tudja kint a világban használni. És az anyagiasság, anyagelvűség, különösen a jóléti társadalmakban, ahol megcsillant a lehetőség, hogy mi is lehetünk ilyen jóléti társadalom, ugyanez uralkodik el a gyülekezeteken előtte én tékozoltam a pénzemet, most mindez megmarad nekem, 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 nekem. Ez a szerzésnek a motivációja, ez volt jellemző arra az időszakra, és akkor megjelent egy pünkösdi mozgalom, és ezzel szemben hangsúlyozza Krisztus király uralmát, hogy Krisztus király igenis uralkodik. Nem látod? Én érzékelem. Nem hallod? Én hallom a hangját. Nem tudod, hogy ő itt van, de én meg átélem az ő jelenlétét. Ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy ez a mostani éra, ez a mostani időszak, ez nem tart törökké, Krisztus visszajön, ahogy megígérte. És várjuk az ő visszajövetelét. Tehát az intenzív Krisztus várás az első századi gyülekezetekre is jellemző volt, és a pünkösdi mozgalomban is. Az egész missziós tevékenységnek ez volt a motorja, hogy ha Jézus hamar visszajön, és ő hamar visszajön, akkor gyerünk az egész világra, küldjünk ki embereket, támogassunk missionárusokat, hogy aki még nem lett hívő, az találkozó Jézus hatalmával. Ugyanakkor a szentírás megbízhatóságának is nagy hangsúlyt adott a pünkösdi mozgalom. Ebben a korban különösen német teológusok ízekre szedték szét a szentírást, elmondva az, hogy ez se eredeti, az se eredeti, és mindent megkérdőjeleztek, és már lassan Isten, Jézus istenségét is megkérdőjelezték, és ebben a korban megjelenik egy mozgalom, akik azt mondják, hogy mi pedig az igére állunk rá. Komolyan vesszük, amit az ige mond. Nem vagyunk tudósok, de amit mi átéltünk, azt mi hirdetjük. És ma is ugyanúgy átélhető. Nem szűntek meg a csodák, nem szűntek meg az ajándékok. A Szentírás megbízható. Számunkra ma is az életünk forrása. És az életszentség. Ez volt egy másik olyan dolog, ugyanis a, a pünkösdi mozgalom az úgynevezett szentségi mozgalomból indult el Amerikában. És... Itt nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy erkölcsileg is a Biblia mércéhez igazítsuk magunkat. Az Isten dicsőítő életforma, ez nagyon-nagyon fontos szerepet látott. Itt a dicsőítésben átélünk valamit, de ez az első pünkösdi gyülekezeteknek is a jellemzője volt. Nem volt erősítés, hangosítás, egyéb minden, de ott születtek az énekek az első alkalmakon, és Olyanokról is tudunk, hogy aki a könyvet majd elolvassa, tudja hogy olyan, aki is sose tanult zongorázni, leült a zongora mellé, és a lélek ihletésére elkezdett játszani, és új dalokat kapott az úrtól. Tehát ilyen jellegű csodák is történtek. Ami a reformációban elhanyagolódott, bár Luther is beszél róla, meg Calvin is, az egyetemes papság. Tehát az, hogy nincs klérus egy hierarchikus papi vezetés, és aztán vannak a laikusok, akik nem is számítanak, csak adakozzanak, meg jöjjenek el a misére vagy az alkalmakra, hanem mindenkinek papi felkenetése van. Királyi papság, szent nemzetség vagyok, vagytok, ahogy Péter ezt világosá is teszi. Ezt hangsúlyozták. Tehát ott nem számított az, hogy valaki egyetemi tanár, az is szolgálhatott, de az írással tudatlan rabszolgai szolgálhatott, ha az úrtól kapott látást, proféciát, egyéb mást. Nagyon érdekes, hogy az egyetemesség abban is megmutatkozott, mint minden megújulási mozgalomban, hogy férfiak és nők egy egyaránt kaptak funkciót, vezető szerepet. Ha megnézitek majd Mel Robeknek a, a könyvében az első vezetőséget, ott feketék, fehérek, férfiak és nők egyforma arányban szerepelnek, én még azt is tudom, hogy van köztük professzor is, és van köztük írás is. Mert aki az úrtól kapott ajándékot, majd később látni fogjuk, hogy mi a feltétel annak, hogy valaki szolgálatot kapjon a gyülekezetbe, az annak teret adunk. Egyetemes papság. Aztán a karizmák. Ugye ebben a korban már megkérdőjelezik a lélek működését, nem csak a szentlélekkel való beteljesedés, hanem azt is, hogy Isten ma is akar használni embereket, csodákat akar tenni, és ajándékokat osztogat a gyülekezetnek. Ezt megkérdőjelezték, azt mondták, hogy ez lezárult azzal az időszak, amikor a szentírást már egyetemesen elfogadták, és attól kezdve már nincs szükség a karizmákra. Hát nem tudom, hogy hol élnek ezek az emberek, de sátán, mintha nem ment volna a nyugdíjba. Tehát ma is ugyanúgy kemény ellenség, és vele szemben izommal nem tud semmit se csinálni. A magad képességei azok annyira korlátozottak őhozzá képest, sokkal intelligens, mint akármelyik Nobel-díjas, mert olyan információk birtokában van, és olyan hadserege van, ami embereknek nincs, igen, nem csak Isten ezek fölött áll, és az ő karizmáit, az ajándékai akarja adni. Ezért nekem meggyőződésem, hogy miközben itt nagyon nagy a veszély, hogy elindul ez a sötét áradat, az iszlám államnak az áradata, ide Európa felé talán hozzánk is, ezzel szemben nincs semmi olyan erő, se katonai erő, lehet amerikai, meg francia bombázás, meg egyéb minden. Nem fogják tudni megállítani ezt a mocskot, ezt, a, ezt az erőszakos előre nyomulást, egyedül a lélek erejével teljes nép tudja ezt megállítani. Semmiféle vallásoság, hiába bejegyzett á, ö, ö, vallás valami, elismert vallás, nem számít. Ezek, a sátán nem érdekli az, hogy téged bejegyeztek, vagy nem jegyeztek be. Azt, azt érdekli, mint a skéva fiainál, ugye? Jézust ismerjük, párról is tudunk, de ti kik vagytok? Na ezt tennék föl mindenkinek. De hadd mondjam, nem a lélek erébe járó pünkösdieknek is ez sátának a kérdése. Te ki vagy? Mit akarsz te itt? Nem, nem rúgsz labdába. Tehát nincs más megoldás. Ez nem luxus pünkösdének lenni, és ez nem egy felekezet kérdése, nem egy dogma kérdése, nem egy egyházszervezet kérdése, ez egy lelkiség kérdése. Ha nem vagy a lélek erejével teljes, Nincs esélyed, hogy a sátán mesterkedésével szemben felved a harcot. A karizmák tehát ma is aktuálisak, ez nem arra való, hogy úgy földiszítsük magunkat, meg egyesek ezzel pozícióhoz jussanak, nem. Ez munkaeszköz, ez létszükséglet. Létsz, létsz, És nem a négy falon belül csupán itt is, hanem főleg a, a négy falon kívül a misszióban. A gonosz erők veszélyére, és az ellenük való harca is fölhívta a figyelmet. Egy hiányosság van a pünkösdi mozgalomnak a mai napig is, hogy nincs igazán jól kidolgozott démonológiája. Nekünk sincs magyarok, magyar pünkösdieknek. Bocsa Józsefnek a, a démonológiája az számomra, ami ő egy katolikus karizmatikus szerzetes, aki több száz oldalban kiváló démonológiát állított össze, főleg a szellemek megkülönböztetése témakörében nagyon, nagyon jó mű, ismeretlen, mások nem is nagyon ismerik, interneten elérhető. A gonoszság elleni harca, hiszen a magunk ismeretéből, a magunk kegyességéből nem tudunk a sátánnal szembe fölvenni harcot, nagyon-nagyon fontos tehát, hogy a mesterkedéseivel szemben felkészültek és ütőképesek legyünk. Arról, arról van szó, hogy e, a Szentlélek az, aki leleplezi hátának minden mesterkedését, kinyilatkoztatásokat ad. És éppen ezért nekünk a stratégiáját is föl kell ismernünk, és erőteljesen a lélek erejével szembeszállnunk. szállnunk. Összefoglalhatnám további jellemzőként a vitalitást, vagyis az életerőt. Ez azt is jelenti, hogy a kereszténység, a lélek erejében járó kereszténység, az mondhatnám kiírhatatlan. Egyik ókori egyházatja mondta ezt el, írva a római hatóságoknak, akik most már majdnem birodalmi szinten üldözték a kereszténységet, és elmondta, hogy nem tesznek jót ezzel, saját maguknak ártanak ezzel, mert ne felejtsék el, hogy a mártíroknak a vére az olyan, mint a magvetés. Minél többet ölnek meg közülünk, annál többen leszünk. És ez valósággal így volt abban az időszakban, amikor élt a kereszténység. Tehát kiírthatatlan. A, a, én is kiírthatatlan vagyok. Gyakorlatilag a rák meg egyéb sejtek nem tudnak kiírtani addig, amíg Isten nekem adja az életerőt. De mint mozgalom is kiírthatatlanok vagyunk akkor, hogyha a lélek erejébe járunk. Különben csökkenünk, csökkenünk, ahogy közgyűlésen is éveken keresztül hangzott, hogy már megint kevesebben vagyunk, akkor ez így van. Ez gyakorlatilag leépülés. Ellenkezője ezzel szemben a növekedés, folyamatos növekedés, erőteljes élet. A szentlélek dinamizmusával, tehát a szentlélek adja ezt az erőt nekünk. A mozgalom eredetéről, mint mondtam, nagyon röviden akarok csak beszélni. Amit nem nagyon szoktak figyelembe venni, európaiaknak tudnunk kellene, hogy a Lapföldön már az 1700-as években volt lélekáradás, minden jellemzővel, tehát nyelveken szólástól kezdve karizmákig minden jelentkezett, Finnország északi részén eh, kiáradt a Szentlélek, aztán Angliában is, ez most református vonal, Edward Irving eh, református, eh, kicsit úgy Skócia környékén élt, de aztán lejött Londonba, és elindult az apostoli katolikus mozgalom, sajnos Rövid életű volt, 70 év alatt lecsenget, újraindították, megint lecsenget, ma is tagnál nem nagyon beszéltünk, de ugyanazok a jelenségek megmutatkoztak ott is. Profétai ajándékok, nyelveken szólás, apostoli szolgálat, annyira, hogy készültek egész Európát, az akkori európai, beleértve Kelet-Európát is, beosztották, hogy melyik apostol melyik területre jön, így volt aztán a, a mi területünknek, akkor osztrák-magyar monarchiának hívták, annak is volt apostol, és készült, tanulta a nyelvet is, mert tanulta a történelmet, és készült ide. Nem lett belőle sajnos semmi. De ami nagyon jelentős volt, három évvel az amerikai Los angeles indítás előtt a Velszi ébredés. Nagyon-nagyon jelentős volt. Úgy mondhatnám, a Wesley-féle metodista ébredés után ez volt az első olyan egész társadalmat átformáló ébredés, aminek nem megvan párja, sajnos a, a Los Angeles is sem formálta át az amerikai, meg egyéb társadalmakat, aminek a lényeg az volt, hogy egy, itt most a bányákból, a Velszi bányákból indult el a mozgalom, és eljutott az angol parlamentig. És akkor születtek meg olyan döntések, hogy a rabszolgaságot meg kell szüntetni. És ez mentette meg gyakorlatilag, Angliát attól, hogy forradalom legyen, hanem volt egy belső megújulás, egy evangéliumi megújulás. Ez tehát előzménye volt. Innen Magyarországról is mentek ki a Velszi ébredést szemlélni, egy református lelkész volt az, aki erről be is számolt. De gyakorlatilag nem volt igen nagy hatása, nem terjedt túl a Velszen, csak egy mintát adott. De Amerikába is, az azúzaszréti ébredéshez már innen szemtanúk elmentek, és beszámoltak róla, hogy az úr elkezdte a munkát. 1906-ban indult el a maga a pünkösdi mozgalom, és most ennek a mozgalomnak emelem ki tulajdonképpen a legfontosabb jellemzőit. Öt oszlopa volt ennek a mozgalom indulásnak, Krisztus központú volt az egész. Tehát Krisztus volt mindenben a, a, a középpont. Nem szentlélek központú, nem nyelvekonszolás központú, nem karizma központú, nem ember központú, Krisztus központú. Ugyanis tudjuk nagyon jól, hogy a szentléleknek nincs más célja, mint hogy Jézust dicsőítse. Ő azt mondja, amit Jézustól hall. Azt közvetíti. És nincs más út az atyához, csak egyedül Jézus más úton nem lehet eljutni hozzá. Tehát az a mozgalom, amely akármi más tesz a középpontba, a szenteket, Máriát, akárkit, az halára van ítélve, nem juthat előre, Krisztus központonak kell lenni. És ezért nagyon kell vigyáznunk a megújulási mozgalmaknak is, hogy nehogy eltolódjon a központ valahova, egy ember irányába, a csodák irányába, a, karizmák irányába, a nyelveken szólás, vagy a szentlélek irányába. Ne ez legyen a központ, Krisztus legyen, mert miről van szó? Jézus az, aki bemerít szentlélekbe, Ezt mondta János. Tehát gyakorlatilag az egész karizmatikus ébredés csak is Jézus közreműködésével valósulhatott meg. Az öt oszlop a következő, Krisztus a szabadító, aki a bűneinktől megszabadít bennünket, aki örök élettel ajándékoz meg. Krisztus, aki megszentel bennünket, Krisztus, aki bemerít szent lélekbe, ez volt a következő oszlop, Krisztus a gyógyító, ezt hallom én is, hogy ő az én gyógyítóm, és Krisztus az eljövendő király. Tehát ott van a távlatunk, hogy nem rendezkedünk be ide úgy, hogy lebetonozzuk magunkat ide, nem ide ruházunk be, hanem a mennyei bankba ruházunk be, emberekbe ruházunk be, akik majd üdvözülnek. Ez egy nagyon lényeges különbség. Tehát nem építünk itt birodalmat, nem építünk itt mindenféle olyan emberi létesítményeket, amelyek egy földrengéssel eltűnnek, meg itt maradnak. Egyedül embereket üdvözít az Úr, épületeket nem, berendezéseket nem. Tehát a legjobb befektetés emberekbe. Elveszett emberekbe befektetni, hogy ők üdvösséget nyerjenek. Ő az eljövendő király, de már most is uralkodni akar közöttünk. Tehát amikor csodák történnek, az apostolok, rendre hivatkoznak. Mit néztek ránk, mint hogyha a mi kegyességünkkel értük volna el azt, hogy ez a sánta járjon. De hogy is? Az a Jézus, aki ti gonosz kezetekkel fára feszítettetek, azt tette ezt a sántát járóvá. Tehát annyira valóságos volt Jézus jelenléte, hogy el is utasítottak minden ünneplést, meg mindenféle népszerűséget, mert világosra akarták tenni, Jézus itt van. Jézus itt van, de még nem jött vissza. Nagyon érdekes ez a kettősség. Mi érzékeljük már, de a világ még nem látja őt. Amikor visszajön, minden szem meglátja őt, és minden térd meghajol előtte, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát ezt az eljövendő királyt hirdetjük úgy, hogy már most vele járunk. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát nem a jövőbe mélázunk, hogy jaj, de jó, az majd. Milyen jó lesz majd akkor, amikor eljön a mi úrunk? Nem, itt van a mi úrunk. Úgy jön el, hogy most is itt van. De akkor majd minden szem meglátja őt. Most röviden a pünkösdi alkalmaknak, az összeveteleknek a jellemzőit. Ez most nem mindenkire jellemző, hogyha nem csinálunk mindent így, akkor nyilván itt igazodnunk kellene hozzá. De világviszonylatban a pünkösdi mozgalom jobbik része az így néz ki, így néznek ki az alkalmaik, és ezekhez kell igazodni. Minden tagnak fontos szerepe van. Na most alapvetően arról van szó, hogy az összejövetel elhelyezése, persze erről nem tehettek, ilyen termet bérelhettetek, de itt most nem tudna mindenki aktívan részt venni, mert egy kicsit ilyen színházi jellegű az elrendezés, legalább egy aréna lenne kör alakú, vagy akármilyen, ahol mindenki megszólalhat, mindenkinek lehetne valamilyen szerepe, profétálás vagy akármi más. Minden tagnak fontos szerepe van, erre így is kell készülni, tehát az alkalmakra nem csak az ige hirdetőnek kell készülni, vagy az előadónak, hanem minden egyes embernek, mert nem tudhatod, hogy az Úr milyen szolgálatot vár tőled. Valakivel találkozol ott, neked talán lelki gondozói küldetésed van, vagy egy profétikus üzenetet kell közölni, vagy ismeret szava bölcsesség vagy akármilyen karizmán keresztül szolgálnod kell. Vagy esetleg megtudod, hogy beteg, már imádkozol is érte. Tehát Isten mindenkinek osztogatja a Szentlélek által az ajándékait, ahogyan ő akarja. Ő nem azt nézi, hogy van-e diplomád erről, vagy nem. Azt se nézi, hogy férfi vagy, vagy nő. Azt se nézi, hogy idős vagy, vagy fiatal. Még azt se, hogy talán kezdőhívő vagy, még nincs olyan bibliai ismereted, használni akar bennünket. Tehát fontos szerepe van mindenkinek, ezt meg is kell teremteni hozzá az infrastruktúrát, hogy mindenki szolgálni is tudjon. Nem számít a társadalmi helyzet, tehát hogy te esetleg polgármester vagy, vagy segédmunkás, nem számít. Etnikai hovatartozás, roma, magyar, egyéb nemzetiségi, ez se számít. Nem számít, hogy férfi vagy, vagy nő, még az iskolázottság sem. Most ezzel nem akarom magas emelvére tenni a butaságot, meg a tanulatlanságot. Igenis mindenki képezze magát, amennyire se tudja, szakmailag is, meg egyéb közismeretileg is, de ez nem szempont az Isten kezében, ő mindenkit használni tud, és akar is. Tehát ez a pünkösti mozgalmon belül, az indulásnál, a jobb változatnál ez így volt jellemző, ahogy mondtam is, az első vezetők is ilyenek voltak. Mitől függ akkor, hogy végezhet-e valaki szolgálatot? Hogy kapott-e ajándékot rá? Ilyen szempontból nekem a kérdésem az, hogy nő taníthat, vagy nem taníthat. Itt tudom, nem, nem probléma, nem kérdés, de sok gyülekezetünkbe igen, hogy idéznek biblia verseket, persze az összefüggés nem ismerik, nem veszik figyelembe, és rosszul idézik ebből adódóan. Kapott-e ajándékot? De a férfi taníthat-e akkor, ha nem kapott ajándékot? Csak azért, mert férfi, akkor már tanítson, mert tud szövegelni. Az, csak ha kapott erre ajándékot, tanításra kapott karizmát. És a másik dolog, hogy van-e mögötte fedezet, erkölcsi fedezet. Az erkölcsi állapota. Nagyon-nagyon fontos ez a része is. Tehát, ha ez a kettő megvan, tehát összhangban van az élet az igével, és kapott ajándékot, akkor teret kell adni a szolgálatának. A vezetők feladat alapvetően, hogy felfedezzék ezeket az ajándékokat, és ápolják, segítsék őket, hogy ezek teret is kapjanak és fejlődjenek. A közösségi alkalmak érdekessége, és itt most egy kis, hadd mondjam, idegen szavakat tanulunk, ne, ne haragudjatok, hogy ilyeneket használok, de a szakma így, így fogalmazza meg őket, az érzékelés minden dimenziójára hatnak. Tehát a minden érzékszervünkkel gyakorlatilag Érzékelhetjük az Istennek a jelenlétét. Most természetesen ezen túl a hitünkkel is. Nekünk ez egy hatodik érzékszervünk, de a lényeg az, hogy a, a pünkösdi összejöveteleken minden érzékszervünkkel részt is veszünk, és érzékeljük is az Istennek a jelenlétét. Most ezért nagyon kreatívak ezek az alkalmak, nem is unalmasak, és mindenféle művészi képességnek teret lehet nyitni. Egyszer csillebércem volt egy. Európai művés, Keresztény művész találkozó, ott éltünk át valami ilyesmit, amikor eh, egyszerre költészet is, meg zene is, meg tánc, eh, és az ige hirdetés hangzott el, és átélhettük azt, hogy igen, az úr nagyon meg tud erősíteni eh, az ő üzenetét. És minden részvevőnek aktívnak kell lenni. Mi a lényeges? Orális liturgia, ez azt jelenti, hogy szóban elhangzó. Annyit kell tudnunk, hogy az első keresztényeknek nem volt Bibliája. Nem tudtak otthon Bibliát olvasni, hiszen örültek, ha egy gyülekezetnek volt a tekercsekből minden könyvből legalább egy példánya, ezért ők hallgatták az igét. Tehát szóbeli. So kommunikáció volt, kívülről meg is tanulták ezeket, és így adták tovább. Tehát ez a lényeg, hogy mi nem annyira írásban, az is jó, hogyha megjelenik a honlapon bizonyos cikk, tanulmány, az megerősíti az igét, de alapvetően a kereszténység és a pünkösdi mozgalom az egy szóbeli kommunikációt feltételez. Ez azt jelenti, hogy bárhol, ahol megjelensz, ha benned él az ige, akkor te szóban tovább tudod adni. Amit hallasz, tanításban az ige hirdetésben, vagy a honlapról meghallgattál, mert nem voltál itt, azt tovább tudod adni szóban. Ez nagyon-nagyon lényeges, tehát nem kell neked ahhoz újságírónak lenni, hogy cikket írjál róla, vagy akármi szóban tovább. Így kell felkészülnünk. A magad szókincsével, a magad hallgatóságának továbbad. Így kell jönni a gyülekezetbe, hogy amit én ma tanulok, legalább három-négy embernek ma még el fogom mondani. Továbbadom. Ez a pünkösdizmusnak a lényege az eredményességének is ez a kulcsa, mert nem kellett hozzá diploma, teológiai végzettség akkor is végezte ezt a szolgáltat, és ezt igényelték is tőle. Aztán nagyon fontos a narratív típus az, hogy elbeszélő jellegű. Itt nem elméleteket mondunk el, hanem eseményeket, amiket átéltünk. A bizonságtételek, ez leginkább a szabad Kereszény gyülekezet indulásánál, a karizmatikus indulásánál volt jellemző, hogy sorba álltak a testvérek, és mondták a bizonságtételeket minden alkalommal. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy... Az életünk részét képezi az, amit átéltünk, és ezt elmondjuk másnak is. Tanúságot teszünk arról, hogy Jézus mit végzett el az életemben. Tehát nem elméleteket, nem üres szavakat, nem még csak nem is pusztán ige idézeteket, hanem az életünk eseményeit közöljük az emberekkel, és ennek az eredményeképpen természetesen elmondjuk, hogy ezt pedig az Isten igéje váltotta ki az életemben. Mert azáltal jutottam hitre aztán a testnek az aktivitása, tehát a tánc, tapsolás, hangos felkiáltások, ez ugyanúgy részei. Én nem tudom, hogy láttatok e már, nem feltétlenül pünkösdi, de, de amerikai fekete testvéreinknek, úgy nevezik őket afroamerikai testvéreinknek az Isten tiszteletét. Na most azok nem így mereven ülnek, és merev arccal, né némán hangtalanul, hanem úgy van, mondja testvére, igazad van, így ilyen közbekiáltások vannak, aktívak. Na most nálunk ezt általában olyan rendzavarásnak tekintenék, ott szerves része. És nagyon jó lenne, hogy a családban is, ha valaki mond valamit, persze, hogy hozzászól mindenki. Ékesen is jó rendben, ha már többen vagyunk, ezt nem könnyű meg, megszervezni, de úgy kellene ezt lefolytatni, hogy azért megmaradjon a rend, de ugyanakkor, ha benned van valami, akkor megszólalhass. Ezt a kettőt kell összehangolni az alkalom levedetőnek, ez egy komoly feladat. Ezen kívül különféle ajándékoknak a megnyilatkozása, nyelveken szólás, magyarázat, profécia, lélektől isletett énekek, én már nagyon várom azt, hogy a zenészek előjönnek valamivel, amit nem gyakoroltak, amit senkinek nem az éneke, hanem most kapták épp az úrtól, és, és előadják. Ez lehetséges? Persze, hogy lehetséges. Én is ismerjük, gyakoroltuk is, miért ne lehetne akkor a zenéléssel egybe között lélektől kapott ének. Aktuális üzenet, épp most az úrtól, helyén való ige, ez nagyon-nagyon lényeges lenne. És az egész embernek a megváltozását igénylik. Tehát nem választják szét a testet, lélek, szellemtől, hanem az egész embert akarják építeni. Nem az, az lesz, hogy épp testben épp, hogy élek, hanem, hanem egészséges, életerős vagyok, és ebben munkálkodik a Szentlélek Úristen. Ez a Szentléleknek a templomot. Tehát az egész embert segítem egészséges életmódra. Itt Magyarországon azt hiszem csak az adventista egyháza, akik nagyon nagy hangsúlyt helyeznek a helyes táplálkozásra, helyes életmódra. Ideje lenne nekünk is odafigyelni egy kicsit. Én most az utóbbi időben erre nagyon odafigyeltem, mert ez az én felelősségem, hogy erős legyen az immunrendszerem. De ezt jó lenne mindenkinek gyakorolni, mert az Úr azt várja el, hogy elég energiánk legyen, és tudjuk végezni a munkát, még akkor is, hogyha időskorban vagyunk már. Azonban a legjobban működő pünkösdi mozgalmak jellemzője nem az, hogy a falon belül ott nagyon pünkösdiek, aztán utána pogány módra élnek az üzleti életben, meg a magánéletben, hanem az, hogy azokra irányul a figyelmük, akik nincsenek ott az összejövetelen. És közöttük is a legszegényebbekre, a legelesettebbekre. Tehát a szegényekre, a hátrányos helyzetűekre, a betegekre, az özvegyekre, az árvákra, az esélytelenekre, a munkanélküliekre, a hajléktalanokra, mondhatnánk tovább a börtönbelevőkre, a gyerekotthonokba levőkre, akiket a szüleik eldobtak maguktól, ezekre irányul a figyelmük. Ha megnézzük, hogy Jézus hol töltötte a szolgálatának a legnagyobb részét, elment persze hétvégén a, a zsinagógába évente egyszer-kétszer fölment a templomba is, ezt úgy végigkövethetjük, János Evangéliumában többször is van a Jeruzsálemben, a templomban, de az idejének a legnagyobb részét a bűnösök, a kivetettek, a prostituáltak, a hátrányos helyzetűek, a betegek, a leprások között töltötte. Na most azt mondom, az ő módszere nem változott meg, a Szentlélek munkahelye, munkaterülete ma is ezek az emberek akikkel senki nem törődik, akiknek nem ad senki se esélyt. És ha te ott akarsz lenni a Szentlélek közelébe, az ő munkája közelébe, alkalmas eszközként, akkor ott kell neked is lenni, ahol ő munkálkodik. Mert ő az, nem, nem mi agitáljuk meg, térítjük meg az embereket, ő az, aki meggyőzi a bűnös embereket bűn, igazság és ítélet vonatkozásában. Tehát mi gyakorlatilag nem hittérítőként megyünk oda, hanem hogy tanúskodjunk arról, amit a Szentlélek bennük már munkaként elkezdett. Már kezdi őket meggyőzni a bűneikről, és akkor beszélünk, van bocsánat a bűnre. Nekem is megbocsátotta Isten a bűneimet. Van lehetőség az újrakezdése. Én is kezdhettem újra. Van lehetőség a gyógyulása. Engem is meggyógyított az Úr. Tanuskodunk. Tehát mi nem agitálunk, nem mi térítjük meg őket. A Szentlélek az, aki meggyőzi őket. De azt mondja, hogy na akkor gyere csak, Laci bátyám és akkor a mondd el, hogy mi, mi, van. És a Laci bátyám hallja az úrnak a hangját, a Szentlélek hangját, és elmegy, és elmondja a tanúságtételét. És kiderül, hogy pont arról van szó, ami őt foglalkoztatja, amiről a Szentlélek őt már kezdi meggyőzni. És akkor hiteles tanúként beszólít minket ide. A másik nagyon fontos jellemző a pünkösdi mozgalomnak nem mindenhol valósul meg sajnálatos módon. Úgy mondhatnám, ami nagy kérdés, egész Európában ez hiányzik, Észak-Amerikában ez hiányzik teljes módon, de a harmadik világban nagyon jellemző, hogy a pünkösdiek nem lettek egy középosztálybeli klub, hanem mozgósítják a szegényeket, azonosulnak a szegényekkel, felzárkóztatják a szegényeket, ott vannak, ahol az esélytelenek vannak, és ennek eredményeképpen, ahol nem szűkül ez le, ahol nem szorítják ki azokat, akik nem a mi szintünkön vannak, akik nem úgy öltözkednek, nem úgy élnek, mint mi. Ott van folyamatos növekedés. Ahol ez hiányzik, ahol ez egy réteg és egy kegyességi irányzat, ott sajnálatosan beszűkülünk, és nem hogy növekednénk, hanem fogyunk és fogyunk. Nézzük, milyen csoportjai vannak a pünkösdi mozgalomnak. Alapvetően a klasszikus pünkösdiek, ezek körülbelül olyan 270 millióan lehetnek, majdnem 300 millióan, tehát akik ebből a gyökérből indultak el, ebből a 1906-os ébredésből. Aztán az 50-es évek közepétől, de főleg a 60-as években indult el az úgynevezett karizmatikus mozgalom, amikor Különféle egyházi egyetemeken ébredés indult el, és ennek az eredményeképpen elindult egy a nagy egyházakban, a katolikustól a protestáns egyházakig, majdnem minden egyházban egy karizmatikus ébredés, aminek a jellemző az, hogy bemaradtak az, abban az egyházban, annak minden fogyatékosságát szenvedték továbbra is, de gyakorolták a karizmákat, ahol engedték ezt, ahol ezt bekorlátozták, ott sajnos elhalt a mozgalom. Aztán alakultak független karizmatikus gyülekezetek, amelyek nem tartoztak egy felekezethez sem, és bizonyos gyülekezet hálózatok. Talán itt Magyarországon ismeritek a szőlőskert irányzatot, ez volt egyik hálózat, aztán volt más, sok még ilyen gyülekezeti hálózat, hit Gyülekezetnek a hálózata az is, Amerika-szerte meg a világ különböző részein vannak ilyenek. Ilyen hálózatok, ezek megint karizmatikus jellegűek, de sokban eltérnek a pünkösdiektől. Egy következő, öt, ötödik csoportként mondanám az úgynevezett progresszív pünkösdieket. Ezt nem mi találtuk ki, mások adták ezt a elnevezést, egy valláskutató csoport, egy szociológus csoport amerikai meg japán közreműködéssel, Na most ez, ez, az a csoport, amely Latin Amerika, Ázsia, Afrika országaira jellemző, nem mindegyik csop, csoportra, de ennek a csoportnak a jellemzője az, hogy a tevékenységük a fő területen nem a Isten tiszteleti alkalom. Az egy felkészülés, az egy háladás, az egy kérés, az egy tanítás, de mindenki úgy van itt jelen, hogy már arra gondol, hogy na, megyek kint a munkaterületre. És már úgy is készülnek, a délelőtt volt tanítás, délután már kint vannak a munkamezőn. És egész héten kint vannak ott. Tehát ez a jellemzője, hogy a gyülekezeteken kívül van, észreveszik a problémákat, és oda mennek, ahol segíteni lehet. Nagyon intenzív képzést folytatnak, tehát belső gyülekezeti bibliaiskola. A helyzet az, hogy gyakorlatilag ez az egyetlen az, ami a gyakorlati szolgálatra felkészülhet, lehet képző intézményünk, nekünk is évtizedek óta van a PTF, a Pünkösi Teológiai Főiskola, valamilyen fajta ismeret közlése az alkalmas, de a munkamezőre való felkészítés az a gyülekezetnek a feladata. Mert itt tudjuk azt, hogy mi a feladat, mik a lehetőségek, hol vannak nyitott ajtók, erre készítünk föl embereket, tanítványképzés. E és megbízás. Tehát, hogyha valaki alkalmasnak bizonyul, akkor, imádkoznak érte, és kiküldik őt arra a szolgálatra. Megerősítés a gyülekezet is tudja, hogy ezt a testvért az úr ezzel az ajándékkal ajándékozta meg, és mi támogatjuk a szolgálatát, és imádkozunk érte, és segítjük őt. Itt tapasztalható tehát a legnagyobb fokú növekedés a mozgalmon belül. Néhány létszámadatot mondanék még, csak hogy érzékeltessem. A helyzet az, hogy Rengeteg ilyen adat van, itt most a bőség zavara van, én egy nagyobb előadás sorozathoz ennek a tízszeresét állítottam össze, de néhányat mondtatok, hogy érzékeltesem, hogy hogyan van ez. Annyit mondanék, hogy nem én számoltam meg ezeket az embereket, tehát hogyha egyel kevesebb van, vagy több van, az, az nem az én hibám és nem is pünkösdiek. Tehát nem magunkról állítottuk ki ezt a bizonyítványt. A fő informátor ebben egy anglikán kutató, aki a déli baptista, amerikai déli baptista szövetségnek a missziológiai központjában dolgozik, és ott állította össze ezeket az adatokat. Most a déli baptistákról mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy karizmatikusok vagy karizmatikus barátok. Tehát, hogyha valaki ott ilyen adatokkal előjön, annak nagyon föl kellett kötni a fehér neműt, hogy, hogy meg is tudja védeni. Ennek ellenére vannak benne ellentmondások, de a nagyságrendet, meg a trendet, az irányt, a változás irányát kell nézni, a másik dolog az, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy hány katolikus van, meg hány pünkösdi, hát nem egészen az, az van, hogy, hogy almát adunk össze almával, hanem almát adunk össze mondjuk banánnal vagy akármivel. Tehát teljesen más dologról beszélünk, mert nálunk mondjuk az, hogy ki az, aki pünkösdi, az általában azt jelenti, hogy az újjászületet betelt szentélekkel, jobb helyeken, igaz, beismerítkezett el, előtte, rendezett az élete, aktív gyülekezeti tag. Katolikusnak lenni, én egyszer megtudtam az egyik szakértőtől, hogy hogy számolják itt Magyarországon a katolikus egyháznak a létszámát, megnézik, hogy mi a halandóság, és hány katolikus temetés van, volt ebbe az évben, és abból visszaszámolják, akkor hány élő katolikus lehet. Na most hát ez nem egészen úgy, ahogy mi számoljuk ugye, az adatokat. Tehát van különbség itt, de mindegy, ezt is vállaljuk, hogy a mi adataink azok még többet nyomnak alatt, de így is, ha csak a számadatokat vesszük, akkor is elég érdekes dolgok jönnek ki. Miről van itt szó? A különféle felekezetek, itt most mondom külön-külön, mert nem biztos, hogy elég jól lehet látni, ezeknek a létszám a világ viszonylatba. vitatkoztam már, a képviselőikkel azt mondják, hogy egyet többen vannak, vagy kevesebben vannak, szóval mindegy. 33 millió metodista, Calvinista, vagyis református 50 millió körül van a világon, luteránus, vagyis evangélikus 58 millió, baptista 60 millió, anglikán 73 millió, és most jönnek az ortodoxok 215 millióval, és jön a pünkösdi karizmatikus együttfőve 540 millió, most még, még több is lehet 570 millió. Tehát az el, előzőt összeadva, ez önmagában már több, mint az előzőek. És akkor itt vannak a római katolikusok, egy milliárd körül létszámmal. Tehát egy kicsit keves, vagy kevesebb, mint a kétszerese a pünkösdi karizmatikusnak. De ez önmagában még nem sokat jelent, mert ez egy pillanatfelvétel, hogy most ebben az évben ennyien vannak, hanem hogy mi a változásnak az iránya. Nőnek, vagy, vagy csökkennek? a helyzet az, hogy katolikusoknak az éves növekedési rátája az 1,3-szoros. Tehát 1,3-szorosára nő. A protestánsoké, nem, nem, nem jól mondom, 1,3 százalékkal nő, bocsánat, nem is lenne Kicsi az, 1,3%-kal nő a létszámuk, a protestánsoké együttvéve, tehát itt kalvinisták, meg luteránsok együttvéve 3,3%-kal, az evangélikálok, hát a baptisták, meg egyéb más kisebb, mi úgy mondanánk a szabadegyházi csoportok, azok 5,4%-kal nőnek, a pünkösdi karizmatikusok ugyanakkor 8,1%. Ez a növekedési ráta. A pünkösdi, klasszikus pünkösdieknél tíz évente megkétszerződött a létszám. Ez most már egészen a 70-es évektől mérik, tulajdonképpen azóta ez mindig is jellemző volt. Úgyhogy ez itt az igazi izgalmas kérdés, hogy néhány évtized múlva gyakorlatilag eléri a pünkösdi karizmatikus mozgalom a katolikus egyháznak a létszámát ütőképességben sokkal több is. Itt a maga a klasszikus pünkösdi mozgalom növekedése, ugye 70-től kezdve vannak ilyen számadatok, előtte nem értek rá foglalkozni vele, azóta évent, vagy tíz évente megkétszereződött, tehát 64 millió volt még 70-ben, ma 300 millió körül van, 270 millió körül. Ez a klasszikus pünkösdi, aki egy valamilyen pünkösdi felekezethez tartozik, tehát így nevében is pünkösdinek vallja magát. Ami nagyon érdekes, hogy a katolikus karizmatikusoknak a növekedése valami nagyon, nagyon érdekes jelenséget mutat, és ez egy számomra már nem kérdés, mert 30 éve aktív van kutatom a katolikus karizmatikusokat itt Magyarországon is, Aktív a kapcsolatom, is, mai napig is, és sok jó hírem van velük kapcsolatosan, meg egy csomó kérdésem. Ugye hát ott maradt bennünk, hogy hát hogy lehet valaki aktív karizmatuk is, közben még Máriát imádja, társ megváltónak tartja, meg eh, a pápa csalhatatlanságába hisz, meg a szentekhez imádkozik időnként. Ezek, ezek komoly kérdések, de nekem van olyan teológus barátom, akivel, amikor együtt imádkozom, akkor azt mondja, hogy tudod, és én nem e, tekintem Máriát Isten anyjának, már legalábbis társ megváltónak. Mondom én se. E, e, én nem imádkozok a szentekhez, mondom én se. E, de én hiszek Jézus Krisztusban, hogy ő ma is aktív. Mondom én is. Hiszek a lélek ajándékaiba, meg a kiáradásába. Én is. Tehát van összekötő kapcsol, kapocs. Nem a mi dolgunk mások megváltoztatása e, szeretnünk kell őket, és imádkozunk értük, hogy ezt világosságot kapjanak. Sokan már világosságot kaptak, már megváltozott a dogmatikai látásunk is. Ez viszont nagyon érdekes, és erre oda kell figyelnünk, hogy ilyen dinamikusan, tehát 70-ben 2 millió a katolikus karizmatikus, és 2000-re ez 120 millióra nő a létszámuk. Na most emögött ott vannak a szolgáló csoportok, rendszeres tanítás van. Mindenféle pálkurzus, fülöpkurzus, szentlélek kurzus, egyéb más kurzusok vannak, tanítványképzés folyik. Na most én nemrég meglátogattam egy barátomat, aki vezető szerepet töltött be éveken keresztül az öt közül az egyik katolikus, karizmatikus csoportban itt Magyarországon, és kérdeztem, épp a feleségével beszélgettem, hogy van nálatok generációnként, második, harmadik generációban általában lecseng már a mozgalom. Már a, a fiak nem akarják követni az apákat, már nincs az a tűz, egyéb ilyesmi. Azt mondja, nálunk a, abban a kis közösségben, amiben ők munkálkodnak, semmi gond nincs. Az unokám most telt be, szent lélekkel nyelveken imádkozik. Nem mondom, hála Istennek, ez nagyon jó, jó jel. Tehát vannak jó. Hírek is ezzel kapcsolatosan. Emögött ott van a tanítványképzés nagyon intenzíven, amit érdemes lenne nekünk is végezni. Nézzük meg kontinensenként. Afrika nagyon dinamikus, nem mindegyik országban egyformán, 120-26 millió körül van a, a pünkösdi karizmatikusok száma. Ázsia egy sötét kontinens, ahol a buddhista vallás, meg a muszlim, itt nagyon sok területen intenzíven jelen van, és ennek ellenére mondjuk egy buddhista ország, mint Korea, Dél-Korea, ott egy nagyon dinamikus pünkösdi mozgalom működik. A fővárosban, Szőulban egy millió körül van a pünkösdieknek a száma egy ilyen nagy gyülekezetben, a világ legnagyobb gyülekezetében. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, az, ahol az úr engedelmes szívekre talál, ott ő, ő, munkálkodni tud a kultúra ellenére, a vallási környezet ellenére. Európa csendes, ismét csendes, Európa halott, sajnálatos módon halott, a pünkösdi jelenlét az kb. 4 az EU. EU-n belül, nagyon alacsony, 3 alatt nem is érzékelik a társadalomban, hogy itt vagyunk egyáltalán, tehát ez egy komoly figyelmeztetés. Latin Amerika nagyon dinamikus, van olyan ország, például a Chile, aki velünk azonos nagyságrendű volt még 10 évvel ezelőtt a 9 millió lakosa volt, most 16 millióan vannak Csillében. Akkor 1 millió pünkösdi volt a 9 millió közül, ma a 16 millióból 4 millió pünkösdi van. Tehát minden ötödik ember, vagy negyedik ember pünkösdinek számít. Ez csak az egyik mozgalom, de a társadalomban a jelenlétük az 26 százalék. Tehát majd, hogy nem minden harmadik ember pünkösdi. Ez egy óriási ö, 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 lehetőség a csillai pünkösgyek számára, mert azt jelenti, hogy ott vannak mindenhol. A közigazgatásban ugyanúgy, mint a politikai életben, a gazdasági életben, a tudományos életben, az egyetemeken ott vannak, ott vannak az egészségügyben mindenhol, az élet minden területén. Valami olyas, mint az első Jeruzsálemi gyülekezetre mondták, ti a ti tanításosokkal betöltöttétek az egész várost. Tehát e, itt Csillében ez nagyon érdekesen megmutatkozik. Amin számomra egy kérdőjel, de ez az úrnak a titka, hogy ő miért csinálja ezt így, hogy ezek metodista pünködiek. És túlnyomó részük gyerekkerességet gyakorol. Na most ezt én nem, nem tudom bevenni, ezt a részét, de hát az Úr tudja, ő áldja őket és használja őket. Nem várja el tőlünk, hogy mi jóvá hagyjuk az ő munkáját. Ő végzi a maga munkáját, kellő időben majd ezek, ezek is helyreigazítódnak. észak amerikai egy talány számomra, itt David Berett kimutatott egy 79%-os jelenlétet, de amikor én a az egyik vallásszociológiai folyóiratnak az adatait nézem, amely Észak-Amerikára, vagy az Egyesült Államokra ad adatokat, hogy milyen felekezet, milyen létszámban van jelen. Nem találok köztük pünkösdieket, ott vannak adventisták, ott vannak mormonok, ott vannak jehovatanok, mind a statisztikában hogy milyen százalékban vannak jel, nem találok pünkösdieket, nem találok karizmatikusokat. Na most ez egy, ez egy komoly talány tulajdonképpen, hogy mi lehet ennek az oka, én már sejtem is, hogy mi lehet az igazi oka ennek, talán nem annyira hitvallók, nem annyira vallják meg a pünkösdiségüket. A karizmatikus jelenlét, ugye van egy léklendi nagy gyülekezet, Joel Austinnak a vezetésével, óriási nagy látogatottsággal Houston városában. Nagyon népszerű, igen ám, csak több száz kilométer távolságból járnak oda Isten és nem tudod, hogy milyen a hétköznapjuk ezeknek. Tehát ők inkább olyan, mintha színházban mennének, Jól ér, jó az előadás, jól érzik magukat, de igazán közösségként nem tud működni egy ilyen óriási nagy csoport, 60-70 ezer ember. Tehát az ilyen tömeg összejövetelek, ezek, ezek, félrevezetőek. Mert jól érezzük magunkat, még talán szórakozunk is, nagyon, jól, nagyon jó a tanítás, tetszik sok minden, de igazán nem kell megváltozni, nem bukunk le, hogy nincs összhangban az életünk az igével. Tehát nincs számonkérés, nincs igazi felelőssége vonás, hogyha eltévejednénk. Tehát itt látom én a nagy problémát, hogy valahogy a társadalom nem érzékelő hogy vannak karizmatikusok. És ez egy komoly gond, ami azt jelenti, hogy nem változik meg a társadalomnak az arculata igazán az észak-amerikai területen. Na most itt van a nagy kérdésem, hogy miért nem látható ezeken a területeken, itt Európában, bár van itt egy kiemelkedő ország, amely ami még egy ot sem elérő jelenlétünk, tehát magyar jelenlét az egy 10% alatt van. Ezzel szemben 2% körül van Románia. Félmillió pünkösdi van Romániában. Az ő statisztikájukat mondom, én nem számoltam meg őket. És mégis nagyon érdekes, hogy valahogy a társadalom nem érzékel ennek a hatását egyik, teológus, aki a Birminghami Egyetemen írja a doktori diszertációját, pünkösdi, romániai pünkösdi, a dolgozatának a címe ez, hogy miért nincs semmi hatása a román pünkösdi mozgalomnak a román Hát ez egy, amikor én ezt megtudtam, hogy ebből írja a doktoriát, nyilvánvalóan vannak adatai, hogy nincs hatásuk. Ez azt jelenti, hogy jó tiszteleteik vannak, jó gyülekezeteik vannak, de valahogy nem szűrődik ki az evangélium a falakon kívül. Tehát ez, ez, egy, ez egy komoly probléma. Megálltunk valahol a félúton, valahol kompromisszumot kötöttünk, valahol nincs összhang az ige és a gyakorlatunk között. Ez, ha vesszük a az egész folyamatot, ahogyan eljuthatunk a Szentlélekkel teljes életre, és egy ilyen életformára, Szentlélekkel teljes pünkösdi életformára, hiszen ezt mondhatnánk az első tanítványokhoz hasonlítunk, ahol hasonlítunk. Őket nevezték az út követőinek, mi is az út követői vagyunk. Nevezték nazarénusoknak, vagyis Názáreti Jézus követőinek, mi is a Názáreti Jézus követői vagyunk. Aztán később Antiókiában nevezték őket Krisztusiaknak, mert mindig Krisztusról beszéltek, a keresztény szó ugyanis nem a keresztből származik, hanem a Krisztus szóból, ebből a görög szóból, mert úgy néztek ki, úgy cselekedtek, úgy beszéltek, úgy éltek, mint Jézus. Ez volt a pogányoknak a, a véleménye. Mert de jó lenne, ha mi rólunk is ez, ez Nem a felekezeti hovatartozók. Hát ők annyira krisztusiak, olyan krisztus arcúak. Jó velük beszélgetni, mintha Jézus társaságában lennék. Tehát a megtérés egy nagyon fontos része a gondolkodás megváltozása és az értékrendnek a megváltozása. Hogyha ezt nagyon könnyűvé tesszük, tehát például lehet bemerítkezni, anélkül, hogy valaki megtért volna, az egy, az egy tragédia lesz. Mert hadd mondjam el, az az ember csak vizes lesz annak semmi hatása nem lesz a bemerítkezésnek. ha az nem egy hitbeli cselekvés. Meghalás a régi életformára, feltámadás egy új életre, ha ez hiányzik belőle, ez a hitbeli cselekvés, hiányozott előtte az életrendezés, a megtérés, semmit nem ér az egész. És a megvalló, hitvalló kereszténység. Tehát gyakorlatilag az üdvösség feltétele az, hogy ha te száddal, úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy ő feltámad a halálba, akkor majd üdvözülsz. Ez jövő idei dolog. Tehát nem az, hogy nekem már üdvösségem van, hála Istennek van, de megmarad-e az üdvösséget. Vigyázzatok, hogy nehogy gonoszá és hitetlenné váljon a szívetek, mondja a zsidó levél, és az élő Istentől el elszakadjatok. Tehát hitvalló élet. Ez nagyon-nagyon lényeges. Ez tehát nem luxus a tanúságtétel, hanem létfeltétel és feltétel. Ha nem valjuk meg Jézus az emberek előtt, azt mondja, én se vallak meg majd az atya előtt. Na most tudod, mit jelent az, ha ő nem val meg, elkároztál. Hiába jártál gyülekezetbe, lehet, hogy pásztor voltál, meg elnök, meg akármi, elkároztál. Hitvalló élek, ez egy nagyon lényeges dolog. Aztán beteljesedés szent lélekkel. Sajnálatos módon a pünkösdi mozgalom itt Európában, mintha elfelejtette volna ezt a dolgot, helyette ilyen elesések, meg egyéb mindennel próbáljuk pótolni, nem lehet pótolni. A lélek át akarja venni az uralmat az életünk felett, ez erről szól a Szentlélekkel való beteljesedés, attól fogva nem én vagyok, hanem Krisztus a Szentlélek által, aki bennem él. De amit az első gyülekezetnél gyakoroltak, és ezt átszoktuk ugrani, ugyanis van egy vers, a cselekedet 2.39 után, 38-39, az beszél magáról a Szentlélekkel való beteljesedés eléréséről, azokról a lépésekről. Péter még más szavakkal is a szívükre beszélt, és ezt mondta, hogy szakadjatok el ettől a degenerált nemzetségtől. Tehát elnézést, ezt a szót használom, de teljesen eltorzult, erkölcstelen nemzetségtől, elfajult nemzetségtől, szakadjatok el. Ahhoz, hogy te missionárusként visszamenj, el kell szakadnod. Ha te továbbra is bennmaradsz a mocsárban, nem fogsz tudni szolgálni feléjük. Ki kell jönnöd, kősziklára kell állnod, életformában, beszédformában, ölköztözködésben, mindenhol értékrendben Krisztusivá kell válnod, és akkor majd a szentek visszaküld missionárusként közéjük. Tehát nagyon lényeges ez tanítványképzés. Aztán ott olvasok a 40 eh, cselekedetek 47-ig a tanítványképzés folyamatát. Naponként, házanként, hogyan gyakorolták, hogyan végezték. Itt nem a naponként a lényeges, mert más volt az ő életritmusuk, hanem a rendszeresség és az intenzitás. Igenis tanítványképzés nélkül nem lehetséges egy ütőképes gyülekezet. Amikor üldözés támadt Jeruzsálemben, Mindenkinek el kellett menni onnan, csak épp a vezetők, az apostolok nem, nem mentek el. És mi lett az eredménye? Kihalt a kereszténység? Akárhová mentek, gyülekezetek alapultak. Miért? Mert kiképzett munkások voltak, minden ember. És mindegyik tudta hirdetni a Krisztust az embereknek. Ez nagyon lényeges. A következő dolog, amivel nem nagyon szoktunk foglalkozni, beépülés Krisztus testébe. Most ez nem egészen úgy, úgy van, mi úgy képzeljük, hogy az, hogy fölvesszük tagnak, akkor már beépült a, a Krisztus testébe. Nem. Azt olvassuk, Jézus az, aki bemerít Szent Lélekbe, és aztán Pál arról beszél, hogy mi minnyáján egy lélek által merítettünk be az egy testbe. Tehát a Szentlélek helyez el a testbe, nem egy szürke tagként, hanem funkciót ad, hogy te ott milyen testrész leszel abban a helyi gyülekezetben. Milyen feladatot kapsz, milyen ajándékokat kapsz. Ez nem úgy van, hogy uram, nekem ezt ajánlom, mert én gyógyítani akarom, meg csodatevés ajándéket ad nekem. Nem. Azt nem te döntöd el, hanem osztogatja kinek, kinek, ahogy ő akarja, mert ő a vezető, ő az, aki irányítja a dolgokat. Beépít téged egy feladatra, nem a padban ülés ajándékát kaptuk, hogy ott szépen nyeljük a tejbe papit, amit könnyű lenyelni, könnyű megemészteni, nem, hanem dolgoznunk kell, munkára készít fel bennünket, ő ad nekünk feladatot a Krisztus testén belül. Egyetlen tag sem fölösleges, nincs ilyen, mint egyesek mondták, hogy a mandula az nem kell, vagy vakbél nem kell, azt ki lehet dobálni, nem, mindegyikre szükség van. Ma már tudjuk nagyon jól, akinek kivették a manduláját, annak az immunrendszere nem működik rendesen egyéb minden. És a misszió, ez a lényeg, egyetlen mentségünk, hogy itt élünk a Földön, az, hogyha végezzük a küldetést. Megyünk, tanítványá teszünk minden embert. Más mentséged nincs. Nem arra adta az Úr, hogy jól érez magad, hogy gazdaságot gyűjtsél, hogy hírnevet szerez, hogy emberi magas pozíciókat szerez. Nem. Egyetlen küldetés, hogy az ő követeként hirdesd a jó hírt. Ha ezt nem tesszük, akkor minek vagyunk itt? akkor csak felelősségre vonás lesz a vége. Hát ennyi lett volna a mai napra rendelt Szent Evangélium, hogy úgy mondjam. Ezeket szerettem volna szívből megosztani. Ha még van türelmetek, nem tudom, hogy hogy állunk időben, akkor kérdéseket lehetne föltenni, amire tudok, próbálok válaszolni, de különben köszönöm a figyelmet. Ez nagy megtiszteltetés volt, hogy megoszthattam ezt veletek.